A PCAS Állatmentő Egyesület nemrégiben 10 darab kutyaollat adományozott a gyepmesteri telepnek. A telepen dolgozók tesztelik az új házakat, amik ha beválnak, akkor továbbiak beszerzését tervezi az önkormányzat. Ezeket az új kenneleket a kistestű vagy rövidszűrű, érzékenyebb kutyák részére helyezik el, így biztosítva számukra a megfelelő védelmet és kényelmet a hűvösebb időszakokban. Napokban kaptuk ezt az ajándékot ugye a PCAS Állatmentő Egyesülettől, amit örömmel fogadtunk. Egyenlőre 10 kennelbe tudtuk elhelyezni ezeket a speckó kutyaólakat. Könnyen takaríthatóak, szélvédettek, viszonylagos mértékben szigeteltek, úgyhogy a kutyáink nagy örömmel vették használatba. A Nyíregyházi Város üzemeltető és vagyonkezelő nonprofit Kft. Állategészségügyi telep ebrendészeti, állategészségügyi és járványmegelőzési feladatokat lát el. A telep körül tekintően és jogszabályi feltételekkel működik, és számos egyéb fontos feladatot lát el. Ide tartozik a kóborebek begyűjtése, valamint a saját gazdák vagy megtalálók által leadott állatok fogadása és gondozása. Az ide került állatokat 14 napig hatósági megfigyelés alá karanténba helyezik, biztosítva ezzel a közösség egészségét és a betegségek megelőzését. A telepen az állatokat humánusan tartják, saját orvosi rendelőben gondoskodnak a sérült és beteg állatok gyógykezeléséről, és lehetőséget biztosítanak gazdásításra vagy örökbefogadásra. A telep 108 férőhelyen rendelkezik, ami lehetővé teszi az örökbe nem adott állatok hosszabb távú tartását is, biztosítva ezzel, hogy minden állat megfelelő körülmények között élhessen és gondoskodást kapjon. 2010-től keményen ebrendészeti telepekről segítünk a gazdásításban, ugyanis az egy nagyon fontos dolog tudni, hogy a magyar törvények értelmében 45 napon túl az ilyen helyekre került állatok elaltathatóak. Tehát nincs továbbtartási kötelezettsége se az önkormányzati üzemeltetőknek, se a vállalkozóknak, akik vállalkozási formában üzemeltetnek ilyen ebrendészeti telepeket, és ezért annyira fontos, hogy első, hogyha valaki örökbefogadásra gondol, és felelősen felkészültnek érzi magát erre, hogy valóban nyaralás idejére, betegség idejére, iskolai szünetidőre, tehát bármikor úgy el tudja látni a kutyát, el tudja helyezni máshol, tud róla gondoskodni, csak akkor forduljon ilyen helyekre, meg örökbefogadási szándéka a szervezetekhez is, és hogyha megszületett a felelős döntés, akkor először ilyen helyeken nézzenek szét. Tehát csak ebrendészeti és gyepmesteri telepeken, mert ezek nem állatmenhelyek. A nyíregyházi állategészségügyi telep nem alkalmazza az altatást, fontos és felelős álláspontot képvisel az állatok jólétének és méltóságának védelmében. Az altatás elkerülése lehetőséget biztosít arra, hogy az állatok további esélyt kapjanak az egészséges élethez, örökbefogadáshoz és új gazdihoz. Az Állatvédő Egyesülettől kaptunk 10 kutyaólat, ami télen hidegben nagyon jó a kutyáknak. Most teszteljük, és ha beválnak, a kutyák szeretik, használják őket, akkor az a tervünk, hogy az önkormányzat is beszerez ilyen ólakat a következő télre. Ugye itt egy nagyon modern telefon, ezt az állatvédők is így mondták, de hát nem volt mindig így. 2015-ig az ombori bokorban 30 darab egy négyzetméteres ketrezbe voltak a kutyák, most itt, ahogy láthatjuk, 108, 10 négyzetméteres olyan kennel van, ami minden EU előírásnak megfelel, kifutóval, fedett, zárt résszel, és hát általában 70-90 közt van kihasználva, de ez azért ilyen jó szám, mert nagyon sok örökbefogadás történik. Mondta a telefezetője, hogy ebben a hónapban 26 kutyát fogadtak örökbe, és hát ugye azért is jó, mert itt nincs altatás Nyíregyházán már régóta, és az ivartalanítás is minden évben 100 fölött van, tehát ez a megelőzés szempontjából is fontos. Ugye ez a telep nem csak az tartásban, ebrendészetben, a járvány megelőzésben és állategészségügyben is komoly feladatokat lát el, úgyhogy azt gondolom jó helyre került, és örömmel fogadtuk ezt az ajándékot, és remélem, hogy ezt jó fogják használni itt a telepen. A gazdájuk által leadott, érvényes veszettség elleni oltással és csippel ellátott állatok a telepre bekerülés után azonnal örökbefogadhatóak. A befogott kóborebeket 15 napig csak az állat tulajdonosának adják ki a telepen. Abban az esetben, ha a gazda nem jelentkezik a megadott időn belül, a telep a ki nem váltott ebekkel szabadon rendelkezik örökbe a
adhatja. Az örökbeadott állat csak megfelelő védőoltással, féregtelenítő kezelés, csíp behelyezése, valamint állatorvosi vizsgálat után hagyhatja el a telepet, melynek költségei az új tulajdonos terhelik.